Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ismét találkozunk, és tudjátok, hogy itt van az Úr is, láthatatlanul Isten, itt van, és figyel minket, és valamit akar mondani nekünk az igén keresztül, a bibliai történeten keresztül. Figyeljünk nagyon, hogy mit is akar most közölni velünk Isten. A Mózes első könyvéből származik ez a történet, amiről fogok beszélni. Mózes első könyve, 22. fejezetében. Itt Ábrahám bácsi egyik fiáról fogunk beszélni, az apa és a fia kapcsolatáról. Izsáknak hívták ezt a gyereket. Remélem, meg tudjátok jegyezni ezt a nevet, hogy Izsák. Ez a fiúcska nagyra nőtt. Erős volt, mint a bivaj. Nem tudjuk, hogy melyik rokonára ütött. Biztosan voltak erős rokonai, és őnek is ilyen erős alkata volt. És szabad idejében szívesen játszott a papa Ábrahám szolgáival, voltak fiatalabb szolgák, és azok is örültek, hogy Izsákkal együtt játszhatnak. De hát Izsák olyan erős volt, hogy elkapott egy szolgát, és már is a földhöz vágta. Mert erős volt, és le tudta győzni a másikat. Ábrahám, el tudjátok képzelni? Ábrahám bácsi milyen büszke volt a fiára, hogy az ő fia a faluban, az ő fia a legerősebb, az ő fia milyen okos, a legokosabb, nagyon-nagyon szerette a fiát, Izsákot. De azt is elmondhatjuk, hogy Ábrahám szerette a fiát, de Isten szerette a legjobban. És aki pedig Isten szereti, és akinek a szívébe beköltözik az Úr Jézus, az nagyon tud szeretni. És ezzel a szeretettel másokat boldoggá tesszük. Az emberek örülnek, hogyha szeretjük őket, ugye? Ti is örültök annak, ha valaki szeret benneteket. És nem csak abból tudjuk, hogy szeret valaki, hogy vesz egy játékot, vagy megkínál egy darab csokival, vagy hasonló, hanem hogy a lelkünkkel megérezzük a másik emberben lévő szeretetet, és ez nagyon jó. De Ábrahám Isten szerette mindennél jobban, és ezért tudta az ő fiát, Izsákot ennyire szeretni. Tehát Ábrahám bácsi fiáról lesz szó, Izsákról, aki erős volt, szép volt, és kedves volt nagyon. Ábrahám bácsi sokszor kifejezte a háláját Istennek. Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy hála? Azt jelenti, hogy kösz szépen? Vagy valami több, hogy ebben
valami elismerés van, valami szeretet is megnyilvánul. Ábrahám egy hálás ember volt, és Isten iránt is kifejezte nagyon gyakran a háláját, mégpedig úgy, hogy felment egy magas hegyre, és vitt oda magával egy bárányt, vagy egy hasonló állatot, amit feláldozhatott, és ott feláldozta. Vitte magával mindig Izsákot is. Izsák látta, hogy mi történik ott a hegyen, hogy az apukája nagy kövekből oltárt épített, egy ilyen nagy, magas oltárt épített kőből, amire rá lehetett helyezni azt az áldozati állatot, bárányt, amit Istennek hálából mutatott be. Tehát Ábrahám bácsi szerzett egy kalapácsot, meg maltert, és akkor megépítette ezt az oltárt, szép, nagy köveket rakott egymásra, és aztán elővette a nyufát, meggyújtotta ott a papírokat, és akkor hát az áldozati állat alatt lévő fa lángot kapott, és ezek a lángok magukhoz ölelték az áldozati bárányt, és hogy ezzel Ábrahám bácsi kifejezte, hogy ő szereti Istent, hogy kész Istennek engedelmeskedni, és hogy egy ilyen különös ember volt. Tehát bemutatta az áldozatot, és Izsák mindig úgy megrendülve nézte ezt az egészet, látta a hatalmas lángokat az oltáron, és hogy látta azt is, hogy Ábrahám mennyire el van mélyülve, hogy imádkozik, hogy most valamit ad Istennek. Jelképesen, hogy maga helyett a bárányt adta Istennek. És hogy Izsáknak mélyen megmaradt a lelkébe, hogy az apukája imádkozott. Izsáknak mélyen megmaradt a lelkébe, hogy apukája áldozatot hozott Isten oltárára. Megragadta Izsákot az, hogy Ábrahám milyen alázatos volt, hogy ennyire tudta Isten csodálatos lényét szeretni. Tehát nagyon sokat nyert Izsák, amikor az apukájával ott voltak Isten jelenlétében, és megtapasztalta ő is, hogy Isten jelen van. Aztán teltek, múltak a hetek, talán az évek is. Egy napon Isten próbára tette Ábrahámot, és Ábrahám lelkében azt akarta elvégezni, hogy maga Ábrahám is rájöjjön arra, hogy kit szeret jobban, a fiát vagy Istent. És Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy add nekem a fiadat. És Ábrahám sírt, és gondolkozott, és ez egy nagyon nagy próba volt, hogy Isten kéri a fiát, hogy kéri a fiát, akire éveken át várakozott, hogy most Isten kéri, el akarja venni tőle a fiát, hogy gondolkozott, hogy nem adom,
mégse adom. Aztán jött egy újabb gondolat, hogy add oda a fiadat az Úrnak, add oda. És hogy amikor képes volt Ábrahám lemondani a nagyon szeretett fiáról, akkor Isten azt mondta neki, hogy látom, Ábrahám, hogy milyen ember vagy, és te magad is meggyőződtél arról, hogy mire vagy képes, hogy jobban szeretsz engem ezeknél a dolgoknál, az élet dolgainál. Egyszer Jézus is azt kérdezte Péter apostoltól, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. És Péter apostol sírva azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Tehát Ábrahám bácsi engedelmeskedett Istennek, kész volt feláldozni Izsákot, amikor végre akarta tehát hajtani az áldozat bemutatást, akkor Isten azt mondta, elég, Ábrahám, erős vagy a hitben, neked óriási hited van, hogy Istenért mindenre képes vagy, de nem várom azt, hogy te ezt megtedd, hogy lemondja a fiadról, neveld őt, szeresd őt, élj úgy, hogy neki élő és erős hite legyen. És Ábrahám csodálkozott az Isten szeretetén, hogy most őt ilyen próbán vitte keresztül, és meggyőződött Ábrahám arról, hogy Isten által, az Istenben való hit által, hogy mi mindenre képes. Ha nem hinne Istenben, sok mindenről nem tudna lemondani. Még a bűneiről se, sok mindenről. És hogy Ábrahám Istenért mindenre képes volt. És aztán a dolgok úgy alakultak, hogy Ábrahám szíve, hogy lenyugodott, Izsák is ott megdöbbenve ült, és akkor megszólalt Ábrahám, hogy fiam, akkor most uzsonnázzunk. Elővette a kenyeret, meg elővette egy nagy libacombot, mondta, hogy kettő van, az egyik kisebb, a másik nagyobb, melyiket akarod? Hát Izsák azt mondta, hogy nyilván, hogy a nagyobbat, elkapta a libacombot, és elkezdte enni. Ábrahám is igazgatta Ábrahám bácsi a bajuszát, szakállát, mert hozzáért a nagy libacomba, zsíros libacomb is, és boldogan beszélgettek egymással. És aztán, hát, megtörtént az, hogy volt ott egy kos, amit feláldoztak, és Isten dicsőítették. Elkezdtek nótázni, énekelni. Ábrahám is ugrált örömében, nem szólva Izsákról. Távolabb álltak a szolgák. De ott volt a szamaracska is, miközben örvendezett Ábrahám és Izsák. Szamárka is nézte, hogy hát ez a két ember mennyire boldog. Hát mi történt itt? A szolgák is csodálkoztak, hogy mi fog itt történni, vagy mi történt itt, hogy ennyire boldogok. És aztán Ábrahám, mikor találkozott a szolgákkal, akik őt kísérték, elmondott mindent, hogy mit tett az Úr vele, és hogy milyen hatalmas az Isten.
és a szamárka is örült velük, boldogan vitte a csomagot, és menet közben nagyokat rúgott a jobb hátsó lábával örömében, mert a szamár is örült, hogy most már hazamehetnek, és milyen jó lesz otthon, finom abrakot fog kapni. Tehát ez alkalommal Ábrahám bácsiról és a fiáról beszéltem, Izsákról. Mi is zárjuk a szívünkbe ezt a történetet, hogy tisztázzuk magunkba, hogy mennyire szeretjük mi Istent. Hiszünk-e mi Jézus Krisztusban, a megváltóban?